Hát nézze azt, hogy a Promenád olyan hazugságok jelennek meg, hogy az Alföldvéd által lezárt közkifolyók, azokat én zárom le azért, hogy szomja halljanak a vásárhelyek a hűségbe. Ezt a színvonalat azért nem gondolom, hogy a mi általam működtetett sajtóorgánumok bármikor is elérték volna. Nem tudom, hány éve működik az Aljos Bukta, de annak idején emlékszem, amikor egy tárgyalás után az ott jelenlévőket egy élő videóból kifotózva egyesével beazonosították a lakcímükkel együtt. És hiába tettek feljelentést, mert ez súlyos törvénysértés. A rendőrség valamiért ezt nem vizsgálta ki. Jó, tehát azért mondom, hogy a legaljasabb hazugságokat terjesztik egy pontosan ilyen oldalon, úgyhogy az ön felháborodása abszolút nem jogos. Egyáltalán nem jogos. Önnek nyilván nincsen semmi köze az Aljos Buktához természetesen, és van olyan ember ebben a városban, aki ezt el is hiszi. No, jó, tehát én azt gondolom, hogy önnek abszolút nincsen semmi szemünkre vetni valója, de én mégis egyetértek egy valamiben önnel. Ha ezen a ön által hivatkozott oldalon bármilyen hazugság megjelenik, én azt súlyosan elítélem. A leghatározottabban elítélem, amikor egy fideszes közszereplőnél pedofil vádakról írtak, én magam védtem meg nyilvánosan, mert bár kiskorúval folytatott szexuális viszony 2-8 évig büntethető, de ez nem pedofília. Én egyből kiálltam, és nyilvánosan mondtam, hogy ilyet ne hazudjanak és ne állítsanak. Az, hogy valaki a tanítványával szexuális viszony folytat, az elítélendő, de az nem pedofília. Jó, tehát én mindegy, hogy fideszesről van szó, vagy nem. Kaleta az pedofília. Ez nem pedofília. Tehát én azt gondolom, hogy én magam is mindig el fogom ítélni azt, amikor bármilyen hazugság jelenik meg ebbe az ügybe. Jó? Én teljesen egyetértek önnel. És még egyszer, hogyha én nekem bármi közöm lenne ehhez, én ezt nem is raktam volna ki soha. Teljesen egyetértek. Azzal is egyetértek, amit mondott, hogy ez nekünk árt. Ezzel is egyetértek. Igen. Én biztos vagyok benne, hogy a fideszes hazudozó oldalak a Fidesznek ártanak. Ebben a városban még a legtájékozatlanabb emberek is tudják, hogy ebben a lázermédia, meg gyűlölködő oldalakon 90%-ban hazugságok jelennek meg. De lehet, hogy 100. Jó, tehát ezt szerintem a értelmes fideszesek pontosan tudják azt, hogy mocskos módon hazudoznak rólunk. Én szerintem nagyon, amikor én látok, sétálok a városba, és néha ki van írva, hogy az engem támadó szórólapokat kérik nem bedobni a postaládába, az egy reakció arra, hogy önök már annyi hazugságot terjesztettek óriás plakáton, szórólapon, promenádon, meg ezeken a különböző áll oldalakon. Jó, egyetértünk, és ez egy nagyon szép kezdeményezés, Tamás, soha többé senki ne hazudjon a másikról. Nagyon helyes, köszönöm. Ez nem azt jelenti, hogy az igazságot nem fogjuk leírni bármikor, vagy elmondani, akár itt, nyilvánosan bármikor.